köszöntelek a csatornámon. Egy következő régi útballás szerinti hölgyet szeretnék bemutatni. Ez az eset 2018. december 6-án névnapomkor, Miklós napkor történt. Az egyik szórakozó helyen az én városomban. Hát szeretném egy következő esetre felhívni a figyelmeteket, hogy legyetek nyitottak, és majd erről a leírásba egy kicsit bővebben szeretnék majd belemenni, hogy én mit gondolok erről a helyzetről. A helyzet a következő, hát egy eléggé havas, tehát ilyen eléggé latyakos havas volt az éjszaka. Ebben a hosszú zöldingben voltam, meg ebben a fekete farmerban. És kérlek szépen titeket, hát egy eléggé kellemes este volt, ez egy szombat éjszakáról beszélünk, megtörtént 11 órakor a nyitás, és hát ugye én, ahogy mondtam, vannak kidobó ismerőseim, akikkel jóba vagyok, meg azért szoktam beszélgetni, ilyenek, lekezelek velük, tehát azért ez már egy bizonyos idő eltelt, megismertek, összehaverkodtunk úgynevezett a kidobókkal. És volt a buli elején, annyira még nagyon nem foglalkoztam vele, mert akkor még annyira tártalan, mert én mindig azt tartom fontosnak, hogy nem csak egy férfinak fontos az, hogy ellazuljon, meg egy kicsit a gátlásai feloldódjanak, hanem egy nőnek is. Tehát a buli elején én nem nagyon szoktam oda menni, tehát nagyon ritka, amikor oda megyek csajokhoz, vagy nézegetem őket. Inkább ezt úgy mondanám nektek, hogy én ilyen, ahogy például az én városomban mondjuk 11 órakor van a nyitás, akkor ilyen hajnali 1 óra fele szokott ez így kialakulni, inkább én pillanatnyilag így látom át a szórakozó helyen az ismerkedést. És hát akkor ugye csak annyi kikerültem, mert ott meg máshogy van a pultoknak az elrendezése, ahol kérhetsz piát, meg ott a tánctér teljesen máshogy van, ott van kis terem, nagy terem, nem pedig egyben van, hogy van egy belső, meg van egy terasz. Tehát ott máshogy van az elhelyezkedés. És kérlek szépen titeket, hát olyan hajnal 1 óra, fél 2, inkább ilyen 3-4-2 felé volt ez, hogy a főbejárattól nem messze az egyik ilyen pulthoz beültem, kortyogattam a kis szájderemet, és hát volt egy fekete ajú csaj, olyan 175 cm magasnak mondanám, és úgy például a brazil pornóban vannak ezek a természetes szépségek, simán alávert volna, olyan volt, mint a navos hölgy, egy természetes szexbomba nőről beszélünk, és fekete ajú volt a csaj. És hát úgy annyira nem volt úgy kiöltözve, egy fekete farmerba volt, meg volt neki egy hosszú olyan blúza, ami úgy volt megoldva, hogy ugye bőrből volt, és volt neki ugye itt a dekoltásánál, hogy egy kicsit így látta, tehát mit tudom én, valamennyit a kebleiből látta, meg egy fekete boka magas sarkuba volt, meg volt egy nagyon vékony barátnője, tehát az a nagyon extrémen sovány, meg volt egy nagyon telt, aki már szerintem az a beteg kategória, tehát aki úgy néz ki nőbe, ott valami rendellenesség, vagy valami ilyen betegsége van, az eltelefonozgatott, és akkor ebben a sovány barátnőjével beszélgetett, én meg ugye ott ülve a bőr padon, ott ugye nézegettem így alulról, így fölfelé, így a csajt, így hosszan, és akkor egyszer csak így a szemembe így rám kacsintott, és akkor én ugye éltem a lehetőséggel, tehát ugye mondtam nektek, hogy van a női szimpátiának vannak jelei, meg a női vonzalomnak, és akkor oda mentem hozzá, megállt, és akkor mondtam neki ennyit, mondtam, hogy szia, nagyon kellemesen nézel ki, látszik, hogy szerelmes nőtípus vagy, nem minden a pénz, és akkor így mondtam neki, hogy
eléggé brutál a 90C-s mellei, eléggé brutál, kemények, ahogy így kinéznek, meg mondtad neki, hogy a 39-es lábam azért odaverne magas sarkúba, főleg ahogy kinéz, meg nem volt kikenve, tehát egy NATO szépségről beszélünk, és hát így, hogy is mondjam nektek, próbálta volna a vékony barátnője elrángatni úgy tőlem, aztán nem engedett a csaj, közben a viszkis kóláját az így kótyogatta, és akkor egyszer csak így bal oldalról engem úgy átölelt, hogy így a melleit, tehát a 90C-s melleit éreztem magamon, és akkor így, ahogy így átölelt, és hallgattam legalább 5 percig, hogy mondta a magáét, és na most itt is szeretném például egy következő dologra fölhívni a figyelmeteket, kedves szingli legények és szingli urak, hogy egy nőnek nem csak szövegelni kell, hanem meg is kell hallgatni egy nőt. És elmondta, 30 pasi bepróbálkozott nála, de elmondta így a csaj, hogy ő reggelire megenné mindegyiket, meg hogy semmi férfiasság nincs bennük, ilyen fölfújt lófaszok, és akkor gyerekek azért így azért egy nő szájából ilyeneket hallani, azért egyrészt ugye érdekes, a másik nem szájából ilyen dolgokat, meg információkat megtudni. A másik dolog, hogy ő mesélt magáról, hogy hát 5 évvel volt idősebb tőlem a csaj, és érdi, tehát érden, vagy hát érdi a csaj, most Pesten él, és elmesélte, hogy hát gyakorlatilag meghalt az édesanyja, meghalt az édesapja, és a húga még kicsi volt, az anyukája pedig sírdogált, és fodrász egyébként a csaj, és mesélte nekem, hogy 3 évig táncolt azért Hollandiába, tehát striptease táncosként dolgozott 3 évig azért Hollandiába, hogy a családnak a hiteljeit, tehát a jelzálog, meg az ilyen egyéb lakáshiteleit ki tudja fizetni, és megkérdezte tőlem, hogy mondjam meg az őszintét, hogy ezért lenézném-e, és mondtam, hogy nem. Most azért itt látszik, gyerekek, hogy egy nő őszinte. És szeretném egy következő dologra, egy emlékezetes dologra felhívni a figyelmeteket, hogy azért nyilván ugye, hogy hallgattam a csajt, meg úgy átölelt, azért éreztem a melleit így magamon, és ugye így fogta ugye a viszkis kóláját a csaj közben, úgyhogy így átölelt, és akkor hallgattam, tehát egész benne volt a bal fülembe a csaj. Hogy na most nagyon sokan láttam a vendégkörből, hogy egy irigyek voltak a férfiak. 2. Egy-két pútos fiú is úgy fölkapta a fejét, hogy mi a titka annak, hogy egy ilyen kalibarű nő, aki már az a durván veszélyes kategória, hogy leáll egy ilyen enyhén mackós alkotó férfival, mint én. De erre meg azt tudnám mondani, hogy az irigység az egy geci dolog. Tehát, ha valaki irigy, igazából az megmérgezi az életét, meg tehát az nem fog kiteljesedni az életébe. És itt látszik, tudjátok, ebben szeretném szemléltetni, hogy ki kicsoda élőbe. Tehát a nőknél nagyon gyorsan kiderül, hogy te milyen férfi vagy így élőbe. Amikor ott vagy, hogy egy éles szituációban, hogy nincsen balra vagy jobbra, hanem szembe találkozol egy ilyen szituációban, hogy te férfiként hogy állsz helyt. Mert tehát hogyha te nem vagy szimpatikus egy nőnek, és erről szeretnék, tehát mivel rám kacsintott, tehát egy régi udvarlás szerinti nőnél, hogyha rád kacsint, az már egy eléggé erős szimpátia egy nőbe. Elbeszélgettünk, és akkor már telt múlt az idő, én is meséltem magamról, és akkor mondta, hogy tehát, hogy gyakorlatilag ők nem fognak még egyszer többet jönni az én városomba. Na most azért Magyarország másik fele érnek, Budapest az nem itt van. És azért tudjátok, azért kicsit egy érdekes volt nekem azért, hogy meg is jegyezte, hogy az én városomban azon a szórakozó helye, hogy milyen pöcs férfiak vannak, akik nem tudnak udvarolni, meg gusztustalanok, tehát ezt azért egy nő érzi. Ösztönösen a másik dolog meg, hogy
Én azt látom, hogy nagyon sok férfi játszik a nőkkel, és így igazából ez így kihat. Tehát egy bizonyos játszmák után ez így a nőknél kurva gyorsan kiderül, hogy te milyen férfi vagy, mert lepattintanak folyamatosan. És én azt tudnám azoknak az embereknek javasolni, aki most teljesen ki van akadva, hogy most mi a titka, hogy egy ilyen nő leáll egy ilyen férfival, mint én. Nem kell gusztustalannak lenni, nem kell másokat megalázni, nem kell másokat bántani, a saját dolgoddal kell törődni, meg egész egyszerűen olyan dolgokkal kellene foglalkoznod, ami téged épít, meg előrébb visz. Nem az, hogy baszok ki a másikkal. És akkor nincs ez. Tehát ez, hogy ilyen nők lájanak egy férfiba, azt ki is kell ám érdemelni. Tehát ahhoz nagyon sokat kell tenni, hogy ilyen nőknél legyen az esélye a férfinek, ez meg a második vagy harmadik dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmet. Aztán igazából csak annyi volt, hogy elbeszélgettünk, és tehát szó-szó, de hogy mondjam nektek, én inkább úgy vettem észre, hogy ez a csaj szeretné egy kicsit így kibeszélni magát, tehát hogy nem biztos, hogy feltétlenül párkapcsolatra vágyik, hanem szeretnék kicsit kibeszélni magát, kicsit valakinek megnyílni, meg azért azt is szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy általában a nők a komoly arcú férfiakat szeretik. Tehát, hogy kell, hogy benned legyen egy kis rossz fiúság is. Tehát az a jó fiú, rossz fiú, az a kettő személyiség, meg kell, hogy legyen egy nagyon kellemes ápolt, szexuális kisugárzásod, amire egy nő föl tud nézni. Mert most ez meg olyan dolog, hogy most ott le volt az egész diszkó döbbenve, hogy meghallgattam a csajt, hát ezért megtenni kellene. Tehát most a pultos fiúk is rengeteg emberre, aki már évek óta dolgozik a szórakozó helyen, rengeteg emberrel találkoznak, meg én azt tudnám javasolni a vendégkörnek is, hogyha most én ugrándozok 4-5 fős lány társaság előtt, mindenféle baszó tánccal foglalkozok, akkor nem is lesz esélyed ilyen nők mellett. Tehát, hogy kezdeményezzen meg, hogy legyen esélyed megismerni egy ilyen nőt. Mert ehhez tenni kell. Tehát itt nincsen kifogás, hanem kemény, nagyon kemény oda kell, hogy tegyed magad férfiként. Aztán annyi volt, hogy én igazából elköszöntem tőlük, aztán utána beléptem hajnalba, azt ennyi. Akkor már így ennyi volt az este, viszont jól esett megismerni egy vadidegen csajt, meg ahogy már mondtam ezt nektek, gyakorolni kell a női szimpátiát, gyakorolni kell a női vonzalom jeleit, úgyhogy, és legyetek nyitottak. A negyedik dolog. Na most én, ugye Magyarország, most hogyha Érdet nézzük, Magyarország ugye Pesttől van még egy, Budapesttől van még egy kicsit följebb észak-nyugat irányba, hogy tehát az, hogy te mondjuk, ha majd azt figyeljétek meg, hogy ha Magyarországon majd lesznek megint szórakozó helyek, mert tudom, hogy most ez a korona, ez egy nagy szar, meg egy nagy buziság az egész, ez senkinek se könnyű, ebben én is tisztában vagyok, tapasztalom. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogyha majd lesz egy olyan, hogy lesz lehetőség elmenni szórakozó helyre, akkor legyetek nyitottak. Tehát, hogyha te mondjuk elmész egy 200 kilométerre arrébb, és mondjuk ott szimpatizálnak veled a csajok, nem biztos, hogy a lakóhelyeden találod meg azt a párt, tehát azt a nőtípust, aki neked tetszik. Tehát, hogy valamilyen szinten nyitottnak kell lenni férfiként, mert itt van például ez az eset is, 210-220 kilométerre arrébb élő nő, itt volt, kipróbálták, hogy milyen egy ilyen vidéki szórakozóhely, tehát hogyha te nem vagy nyitott, az sem biztos, hogy te egy a lakhelyeden belül kell lesz egy nőnek. Lehet, hogy egy teljesen másik megyébe, vagy egy teljesen másik országrészbe, vagy szimpatikus egy csajnak. Tehát ezt se kell kizárni. Nyitottnak kell, hogy legyetek, kedves színlények, és férfiak, és merjetek ismerkedni. Tehát ne
haverozgassatok, mert akkor mindig az van, hogy te teljesen bele vagy fásulva, meg ahogy mondtam, az internetet se kell kizárni, de azért mégis azért elsődleges azért, tehát a kapcsolatok élőbe alakulnak ki, nem pedig az interneten. Mert az interneten az olyan dolog, hogy most lehet zsákba macska is, lehet, hogy megtalálod életed nagy szerelmét is, de jó, nem kell kizárni persze, de tehát tegyetek azért, hogy élőbe azért működjön ez. Tehát próbálkozzatok élőbe ismerkedni, legyetek nyitottak erre, meg azért, ha egy nő megnyílik nektek, még egy jó tanács, akkor hallgassátok meg. Tehát egy nőnek nem csak az a fontos, hogy te szövegeljél, akkor hogy mondjál neki valamit, hanem egy nőt, tehát egy komoly nőt, meg is kell hallgatni. Ennyit szerettem volna a mai videóban.